Sziasztok! Ebben a videóban fizika témával fogunk foglalkozni. Megnézzük először általánosan, majd fokozatosan a részletekbe bocsátkozva, hogy mi is az a négy alapvető erő a fizikában, mik az elemi részecskék, mi által és hogyan zajlanak le a kölcsönhatások közöttük. Ennek kulcseleme az úgynevezett standard modell bemutatása, ami lényegében az elemi részecskék periódusos rendszere a bemutatott anyagunk masszivitása miatt az két blokkra osszuk, ami tehát két videót jelent. Az első videóban az imént felsoroltakat, egy második videóban pedig azt beszéljük át, hogy konkrétan mik a már megtörtént, és milyen még meg nem valósult kölcsönhatás egyesítési lehetőségek állnak még a fizikusok előtt ezzel párhuzamosan beszélni fogunk a szimetriákról, a Big Bang pillanatáról, és hogy onnan feltételezhetően hogy jutottunk el idáig. Sőt, megnézzük, mit mond az elméleti fizika a nagy boom előttről, és végül pedig betekintést nyerünk, milyen lehetséges végkimenetelek várnak a mi univerzumunkra. Vágjunk is bele! Ugye az univerzumunkban lezajló minden jelenség lényegében négy alapvető kölcsönhatásra vezethető vissza. Tehát az energiaformákat vissza lehet vezetni a fizika négy alapvető kölcsönhatásának valamelyikére. Ugye definíció szerint az alapvető kölcsönhatás az a mechanizmus, amelyel a részecskék kölcsönhatást gyakorolnak egymásra, és amely más kölcsönhatással nem magyarázható. Ugye mi ez a négy? Az erős, a gyenge, az elektromágneses és a gravitációs kölcsönhatás. Először röviden nézzük meg külön-külön ezt a négy kölcsönhatást, hogy lényegében kapjunk egy képet az egészről. Kezdjük az erős kölcsönhatással. Az erős kölcsönhatás tartja össze az atommagokat. Tehát lényegében a protonok, neutronok atommagba kötése valósul meg általa. Emellett felel a kvarkok összetartásáért. Ugye lényeges, hogy az atommagok egyesülésekor a kötési energiának megfelelő nagy energia szabadul fel. Az ilyen magfúzió felelős tulajdonképpen a Nap és tehát a csillagok energiatermelésének zöméért. Úgymond tehát lényegében ettől világítanak a csillagok. Persze a csillagok, így a Nap esetében is kiemelendő, hogy az erős kölcsönhatás mellett a gravitációs erő is jelentős szerepet kap. És részben a gyenge magerő is viszont ezeknek a konkrétizálását a gravitációs erő általános bemutatásánál fogjuk megtenni. Ha hirtelen megszűnne az erős kölcsönhatás, a nap elsötétülne, és gyakorlatilag minden életformatát kihalna a Földön. Ugye megjegyzendő, hogy az atombomba esetén a magerő felszabadítása történik. Most beszéljünk kicsit a gyenge kölcsönhatásról. A gyenge kölcsönhatás irányítja alapvetően a radioaktív bomlások bizonyos fajtáit, így például az ábrán látható úgynevezett béta bomlást. Ugye a béta bomlás viszonylagos neutronfelesleggel rendelkező atomokra jellemző folyamat, de a szabad neutron is negatív béta Ugye tehát az ábrán látható, ahogy egy neutron protonná alakul, közben végső soron egy elektron, illetve egy elektron antineutrinó távozik. Ez egy spontán folyamat, tehát a bomlás során energia szabadul fel. Ugye magát a gyenge kölcsönhatás, de emellett az elektromágneses erőket használjuk komoly betegségek gyógyítására. Tehát konkrétan radioaktív jódot használunk a pajzsmirigy daganatainak elpusztítására, de a rák más megjelenési formái ellen is. Ugye nem csak gyógyító, hanem halálos is lehet a radioaktív bomlás energiája, ugye gondoljunk csak a klasszikus Csernobilra vagy a Three Mile Islandi esetre. Fontos, hogy radioaktív hő keletkezik a folyamat során. Ugye mivel a radioaktív anyagok bomlásukkor hőt bocsátanak ki, ezért a gyenge kölcsönhatás hozzájárul a mélyen a föld belsejében található radioaktív közetek felmelegedéséhez. Ugye ez a hő pedig hozzájárul a vulkánok kitörését okozó hatásokhoz, tehát ezekhez a ritka, ám erőteljes robbanásokhoz, amelyekben az olvad kőzetek elérik a földfelszínt. Ugye nem mellesleg a geotermikus energia is ebből a forrásból táplálkozik. És ahogy az előző kölcsönhatásnál említettük, a nap energiatermelésének kisebbik része a gyenge folyamatokból származik. Lényeges a radioaktív hulladékok keletkezését is megemlíteni, mint a nukleáris fegyvergyártás során és az atomerőművek üzemeltetése során megjelenő melléktermék. Ugye ez a melléktermék, tehát a radioaktív hulladék több millió éven keresztül ártalmas marad. Most pedig röviden az elektromágneses erőről. Az elektromágneses erő magába foglalja az elektrostatikai erőt, ugye amely két nyugvó töltés között hat. Emellett az elektromosság, valamint a mágnesesség összetett hatásait, melyek az egymáshoz képest mozgó töltött testek között hatnak. Ugye ez az erő, ami az elektronokat az atommaghoz köti, és alapvetően elektromosan töltött részecskék között lép fel. A különböző gépeinket, elektronikus rendszereinket alapvetően az elektromágneses energia biztosítja. Az elektromágneses energia forrása lehet hőerőgép és belső égési motor, amelyekben a hőenergia az égésből, azaz kémiai átalakulásból származik. Ugye a hétköznapi életünk során leggyakrabban ennek, tehát az elektromágneses erőnek a felhasználását érzékelhetjük. Ugye olyan alapvető dolgokat köszönhetünk neki, mint városaink világítása, de rengeteg eszköz működése. TV, számítógép, lézer vagy radar. Tehát alapvetően az elektromágneses energia hajtja gépeinket és működteti elektronikus rendszereinket. Ugye, hogyha a hőerőgépekre vagy belső égési motorokra asszociálunk, ebben az esetben a hőenergia az égésből, vagyis kémiai átalakulásból származik. Ugye ennek során az atomok és a molekulák elektron köthető ez az átalakulás, vagyis végső soron elektromágneses folyamat. De mellesleg a biológiai energiák és elektromágneses eredetűek. Hiszen az élőlények számára is kémiai folyamatok, azaz az elektromágneses kölcsönhatás biztosítja az energiatárolást, valamint az energia felhasználását. A negyedik erőnk pedig a gravitációs erő. A gravitációs erő tartja pályájukon a bolygókat és köti össze a galaxisokat. Ugye hatótávolsága végtelen. Ezért a gravitációs erő felelős a nagy skálán kialakuló alakzatokért, tehát galaxisok, fekete lyukak, csillagködök, tehát ezeknek a szerkezetért. Ugye a Föld gravitációs tere nélkül gyakorlatilag mi kirepülnénk az űrbe a Föld forgása miatt, persze természetesen a levegő pedig gyorsan elillanna az űrbe, ami tehát megakadályozna az életnek a fennmaradását. De a nap gravitációs ereje nélkül pedig a bolygók gyakorlatilag kidobódnának a naprendszerből az űr távoli hideg tartományai felé, ahol a napfény már túl gyenge ahhoz, hogy szintén tehát az életet fenntartsa. Ugye az erős kölcsönhatásnál szó volt arról, hogy tulajdonképpen a magfúzió felelős a nap és a csillagok energiatermelésének zömér. Viszont gravitáció nélkül a nap gyakorlatilag több trillió hidrogénbomba hatásával felérően robbanna szét. A nap tehát egy finom egyensúly eredménye két erő között. Ugye a gravitáció, amely összehúzó hatású, és a magerő, ami lényegében a csillagokat szétvetni akaró erő. Ugye a földi időjárást, és tehát magát az életet a nap energiatermelése tartja fönn. Ugye az energia a Földre a napból elektromágneses sugárzás révén érkezik. Ugye lényegében, tehát ide vezethető vissza az emberiség által felhasznált összes földi energiaféleség, és tulajdonképpen a többi kölcsönhatás, mint egy átmeneti energiatárolóként működik közben. Ugye gondoljunk csak a gravitációra, ugye a gravitáció révén a folyók energiáját gyakorlatilag mozgási energiává alakítjuk, majd végül ugye elektromos energiává a generátorokon keresztül. Végül pedig a fosszilis energiahordozókon keresztül az elektromágneses kölcsönhatás, ugye ahogy ezt megbeszéltük, illetve azt is, hogy a gyenge kölcsönhatás pedig a geotermikus energia esetén érvényesül. Most pedig térjünk rá, és ismerkedjünk meg az úgynevezett Standard modellel. A Standard modell az lényegében az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatást, valamint az alapvető elemi részecskéket írja le. A gravitáció tehát nem része a modellnek. Egy szemléletes változata a következő, amit most nézzünk meg, kicsit részletesebben. Ugye a modellben lényegében elemi részecskék találhatók. Ugye mi is ez az elemi részecske? Az elemi részecske olyan részecske, ami nem más részecskék együtteséből épül fel. Ezek az elemi részecskék alapvetően fermionok lehetnek, illetve bozonok. Most vessünk először egy pillantást a fermionokra. Ugye a fermionok közé tartoznak az úgynevezett leptonok. Ugye a leptonok alapvetően nem vesznek részt az erős kölcsönhatásban, viszont a gyenge, valamint az elektromágneses kölcsönhatásban viszont igen. Kölcsönhatást nem közvetítenek. Két típusa van, ugye az elsőleg felfedezetről, vagyis az talán közismert elektronról kapva elektron-típusúak, neutrinó típusúak. Ezek a neutrinó típusúak lényegében semlegesek. Semlegesek nulla töltéssel rendelkeznek. Ugye a töltött leptonok azok más részecskékkel például atomot képeznek. Tehát lényegében összetett részecskéket. Ugye a leptonok mellett a másik kategória a fermionokon belül azok a kvarkok. A kvarkok részt vesznek mind az erős, mind az elektromágneses, de a gyenge kölcsönhatásban is. Ugye, mint látjuk, hatféle kvarkot és hatféle leptont különböztetünk meg. Ugye ezeket lényegében íznek, tehát kvark és lepton íznek szokás nevezni. Ugye kiemelendő, hogy három generációja van ezeknek, tehát ugye ez igaz mind a kvarkokra, mind a leptonokra is. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük, a második, illetve a harmadik generáció, az lényegében másolata az elsőnek. Tehát, ha megnézzük a tulajdonságait, erről később és hamarosan szólni fogunk, tehát a töltést, ugye, illetve a spint, akkor ha megnézzük, ezek megegyeznek mind a három osztálynál, ez természetesen igaz, mind a kvarkokra, mind a leptonokra. Ugye, ami a különbség, hogy lényegében a második és a harmadik generáció egy masszívabb, tehát egy nagyobb tömegű változata az elsőnek. Ugye elektron esetében, tehát azt mondhatjuk, hogy a myon, illetve a tau, tehát ennek az elektronnak egy olyan változata, ami tehát nehezebb, masszívabb. Ugye, mint látjuk, hogy az elektron a mega elektron volt tartományba esik, viszont a tau esetében már giga elektron volt tartományról beszélünk. A példa kedvéért pedig azt mondhatjuk, hogy a myon az lényegében 230-szor nehezebb, mint egy elektron. Ugye ami jellemzője még a második és a harmadik generációnak a masszivitásuk mellett, hogy ezek instabilak. Ugye a fermionok mellett, tehát bozonokról is beszélünk, hogy a bozonoknak alapvetően két ismeretes típusa van. A Gauss bozon, azt magyarul mértékbozonnak hívják, szokás ezt Vektorbozonnak is hívni, illetve skalárbozon, ami közé a közismert nagy kavart x boson tartozik. Ugye mi is ez, hogy skalár, illetve vektor? Ugye a skalárnak a jelentése, hogy csak nagysága van. Tehát lényegében egy szám jellemzi. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy vegyünk egy nyomtatott oldalt, ahol tinta van, annak a sűrűsége a skalár. Tehát a tinta sűrűsége az egy szám. A szoba hőmérséklet is skalár. 25 Celsius fok, 23 Celsius fok, stb. Ugye a vektor esetében nem csak nagyság, tehát a nagyságra vonatkozó szám mellett, hanem egy nyíl is vonatkozik rá, tehát iránya is van. Ugye ennek klasszikus példája a szél. Szélnek nem csak szél erőssége, hanem szél iránya is van. Ugye amit lehet látni, hogy a spin értéke a vektor esetén, a vektorbozonok esetén pontosabban 1, még a x esetén pedig 0. Tehát a Higgs boszon esetén nulla. A bozonokat kölcsönhatás hordozónak vagy másként erőközvetítőnek nevezik. Ugye a folyamat, hogy két fermion összejön, a kölcsönhatás tehát bozoncserével történik, és két megváltozott fermion távozik. A fermionok közötti bozoncsere mindig energia és perdület átvitelt jelent, ami a fermionok irányváltoztatását és sebességváltoztatását jelenti. Történhet töltés átvitel is, Ugye azonban ez, ami a fermionok minőségét is megváltoztathatja, tehát egyikből másikat képez. Mivel a bozonok egy egész impulzusmomentumot hordoznak, a fermionok pedig felett, ilyen kölcsönhatás esetén a fermionok perdülete előjelet változtat. A kölcsönhatás eredménye vonzás vagy taszítás is lehet, ugye ezért ezt a kölcsönhatást nevezik erőnek is. Amit még ki kell emelnünk, hogy az itt levő, Elemi részecskéknek lényegében antirészecskék is vannak. Tehát ez az ábra valójában a következő képen mutat. Ahol tehát az eddig látott elemi részecskék, ugye elemi fermionok, és itt pedig az elemi antifermionok találhatók. Antileptonok és antikvarkok. Most pedig nézzük meg, hogy a részecskékre vonatkozó alapvető tulajdonságok, tehát tömeg, töltés és spin, Tulajdonképpen mit jelentenek? Ugye lényegében a tömeg az összesűrített energia. Ugye mit látunk itt? Elektron volt, ugye konkrétan megaelektron volt, per C négyzet. Ugye, hogyha a skálát megnézzük, akkor gyakorlatilag egy gigaelektron volt felel meg 1000 megaelektron voltnak, 1 millió kilo voltnak, és 1 milliárd, ugye ez már a 19. tartomány, elektron voltnak. De ugye merül fel a kérdés, hogy tehát ez a mega elektron volt per C négyzet, hogy jön ki? Ez tulajdonképpen a klasszikus E egyenlő MC négyzet egyenletre vezethető vissza. Ugye Einstein speciális relativitás elmélete szerint, az energia, a tömeggel ekvivalens, lényegében egy állandó szorzóban, ami ugye a fénysebesség négyzete, ebben tér el. Ugye, mint tehát mondtuk, a tömeg összesülített energia, hogyha megnézzük az E egyenlő MC négyzetet, abból kifejezzük az M-et, tehát leosszuk mind a két oldalt C négyzettel, akkor azt kapjuk, hogy M egyenlő E per, tehát E osztva c négyzettel. Vagyis ugye az E az elektronvoltba van megadva, ugye a tartományok tehát itt vannak, az átváltás az ezt segít nekünk, tehát elektronvolt per c négyzet, ami egyenlő m -mel. Vagyis, ugye az ápkvark esetén itt meg a elektronvolt per c négyzetbe van kifejezve. Na most ugye akkor merül fel a kérdés jogosan, hogy mennyi vagy mit jelent egy elektron volt. Ugye egy elektron voltnak nevezzük azt az energiát, amit az elektron egy volt megfelelő irányú potenciál különbség hatására nyer. Hogyha egy picit távolról indulunk, akkor azt mondjuk, hogy elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség megadja hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés egyik pontból elmozdul a másikba. Ugye ennek a mértékegysége a Joule per Kolumb. Ugye ezt nevezzük voltnak. Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget elektromos potenciálnak nevezik. Ha van egy elektromos mező, abba két pont, és ezen két pont között eltér az elektromos potenciál, ezt nevezzük elektromos potenciálkülönbségnek. Tehát lényegében így jutottunk el a potenciálkülönbségig. Ugye a másik fontos tulajdonság a töltés. A töltés az lényegében proton töltés egységekben kerül megadásra. Ebben az esetben, bár itt nincs feltüntetve, de ez tulajdonképpen két harmad e, ahol az e a proton töltése ami pedig kulomban kifejezve 1,60 század szor 10 a mínusz 19-en Most nézzük meg, mi is az a spin. A spin tulajdonképpen a részecskék saját belső perdülete, belső impulzus a más szóval. Ez a belső impulzusmomentum ez a pályamenti impulzusmomentummal nem azonos, hiszen az, tehát a pályamenti impulzus az nem független a részecskék mozgásától. Ugye az angolban az impulzus momentum az angular momentum. A fogalma kicsit félrevezetőek, hiszen ez úgy tűnne, mintha forogna a saját tengelye körül egy részecske, mint például egy bolygó. Ugye egy pontszerű részecske esetében viszont ez nehezen értelmezhető, hiszen ahhoz még egy pont kéne legalább. Tehát ami itt lényegében a spin, tehát ami a spinnek a definíciója, az tehát a részecske tulajdonságait leíró hullámfüggvény térbeli forgatásokkal szembeni transformációs tulajdonságait írja le. De ugyanakkor ebben az esetben a lényegét megragadva, mire utal, mit mutat tulajdonképpen a spin? A spin tehát a részecske tulajdonságait leíró hullámfüggvény térbeli forgatásokkal szembeni transformációs tulajdonságait írja le. Most pedig nézzük meg, mi is a különbség a fermionok és a bozonok között alapvetően. Ugye a fermionoknak feles vagy félegész pinje van. Ugye 1 per 2, 3 per 2, 5 per 2 például. A bozon esetében a spin viszont egész szám. Ugye 0, 1 vagy 2. Ugye a fermionokra igaz az úgynevezett póli elv, ami azt mondja, hogy két azonos részecske nem lehet azonos kvantumállapot szemben a bozonokkal. Még egyszer megfogalmazva, a póliféle kizárási elv egy kvantummechanikai alaptörvény, és kimondja, hogy tehát két azonos fermion ugyanazt a kvantumállapotot egy időben nem foglalhatja el. Tehát például két elektron nem lehet ugyanolyan energiaállapotba, tehát nagyjából azonos helyzetű, sebességű és spinirányú. Ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben. Ugye a póliféle elv Fontos szerepet játszik számos fizikai jelenségben. Az egyik legfontosabb a fermionok merevsége, vagy másként keménysége a bozonokhoz képest, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehetetlen fermionokat egymásba préselni. A másik következmény az atomok bonyolult energiaszerkezete és a mód, ahogy megosszák egymást között elektronjaikat, tehát az elektróhéjak stabilitása is következik belőle. Az elektrohéjak stabilitásai miatt pedig a kémiai elemek és kombinációk változatossága, tehát maga a kémia is következik. Továbbá tehát az anyaghalmaz nem omlik össze, hanem kénytelen egy bizonyos térfogatot kitölteni. Ugye maga a kizárási elv az matematikailag a hullámfüggvény definíciójából következik. Azonos részecskék esetén, ugye a bozonok szimmetrikus, vagy a fermionok esetén antiszimmetrikus lehet. Hogyha megnézzük ezt a két függvényt, ugye tehát ez a bozonokra igaz, ebben az esetben y egyenlő gx függvény, tehát páros, ha g minusz x egyenlő gx-en. A függvény tehát az y tengelyre szimmetrikus. Az aszimetrikus esetén, ugye ez a fermionokra igaz, ha y egyenlő hx, tehát páratlan akkor, ha H -X egyenlő minusz h-x egyenlő mínusz hx-en. A függvény tehát az y-tengelyre aszimmetrikus. Ugye természetesen ezek a függvények egyszerűsítések, ezek valójában, és ezt a következő ábra fogja reprezentálni, 3D-ben értelmezendők. Még egyszer, tehát bozonok esetén szimmetrikus, fermionok esetén aszimmetrikus. Most beszéljünk kicsit a bozonokról. Ugye a bozonok közé tartozik a glion, a foton, a z bozon és a v bozonok. Ugye v bozonok, hiszen ez plusz egy, illetve mínusz egy töltésű lehet, ami két külön részecske. Nézzük meg először a gluont. Ugye a gluon az erős kölcsönhatásnál játszik szerepet. Tehát lényegében a gluon közvetíti, mint részecske az erős kölcsönhatást. Ugye ez a glión, ez lényegében olyan részecskékre hat, amik úgynevezett szintöltést hordoznak. Ugye ezek a kvarkok, és ugye maguk a glionok, amelyeknek szintén van szintöltése. Tehát a glión önmagára is hat. Ugye az erős kölcsönhatás tartja össze nagy részt a hétköznapi értelembe vett anyagot. Ugye hiszen a kvarkokat hadronokba zárja, úgymond. Ugye ilyen hadronok a proton, vagy a neutron, amelyekre, tehát ugye a hadronokra hamarosan kitérünk. A gluorra más szóval azt mondhatjuk, hogy az erős kölcsönhatás kvantuma. Ugye a kvantuma fizikában a legkisebb adag, amivel egy mérhető mennyiség növelhető. A következő kölcsönhatás közvetítő a foton. A foton az elektromágneses kölcsönhatás kvantuma. Tehát azt mondhatjuk, hogy többek között a fényelemi részecskéje. Ugye amit fontos megegyezni, hogy mind a foton, mint a glyon nulla tömegű. Mindkettő elektromosan semleges, de ahogy mondtuk, a glyonnak van úgynevezett szintöltése. Ugye fontos megjegyezni, hogy ennek a színnek a valódi értelembe, az általunk érzékelt színekhez semmi köze nincs, ez lényegében egy töltés aspektus, egy metafora. Ugye a bozonnál említettük, hogy a V bozon esetén plusz 1 és mínusz egyes változat is létezik, és lényegében a pluszos a mínuszosnak az antirészecskéje. A Z bozon vagy Z0 az semleges, az tulajdonképpen saját maga antirészecskéje. Mind a három részecske, tehát a két V bozon és a Z bozon nagyon rövid életű, felezési idejük nagyjából 3x10 a mínusz 25 en másodperc. Ugye láthatjuk, hogy mind a három nagy tömegű, nagyjából 80 és 91 gigaelektron volt per C négyzet. Ugye ez a nagy tömeg, ami lényegében a hatótávolságát csökkenti, hatótávolságát korlátozza ezeknek a részecskéknek. Ezzel együtt pedig magának a gyenge hatásnak a hatótávolságát. Ugye ezeknek korlátozott a hatótávolsága szemben az elektromágnesessel, hiszen ott gyakorlatilag a nulla tömegű foton az végtelen hatótávolságú. Ugye itt fontos, erre később majd visszatérünk, hogy alapvetően nyugalmi tömegről beszélünk. Ugye, amiről már szó volt, hogy ezek vektorbozonok, egész szám a spinnyük, mindegyik esetében az érték 1. Ugye láthattuk, hogy mind a fotonnak, de a gluonnak is nulla a tömege. De ugye természetesen mind a fotonnak, mind a gluonnak van energiája. Na most, hogyha korábban azt mondtuk, hogy a tömeg összesülített energia, akkor lényegében hogyan lehet mégis energiája, ha ezt a képletet, ezt a közismert képletet alapul véve nullát írnánk be, akkor azt kapnánk, hogy nulla energiát kapunk. Na most a foton energiájának meghatározásához egy másik képletet kell alkalmazni. Ez pedig a következő. Ezt energialendület összefüggésnek hívják, amely a teljes energia, valamint a nyugalmi tömeg, ugye ez fontos kifejezés, és tehát, a lendület közötti összefüggést mutatja. Tehát lényegében ez egy kiterjesztett verziója az E egyenlő MC négyzetnek, vagyis a nem nulla lendülettel rendelkező részecskékre. Hiszen a nulla lendülettel rendelkező részecskék esetén, ugye P a momentum vagy lendület, hogyha nullát írunk ebbe a képletbe, és elvégezzük az összes műveletet, akkor gyakorlatilag e egyenlő MC négyzetet kapunk. Tehát ez arra vonatkozik ez a képlet, ha nem mozog egy objektum. Természetesen ettől még nyugalmi tömege lehet. Ugye egy foton az folyamatos mozgásban van, ezért a foton esetében viszont ez a tag esik ki, ugye miért esik ki, hiszen többször emlegettük, hogy a gluonnal egyetemben nulla a tömege, vagyis a következőt kapjuk. A műveletet elvégezve pedig e egyenlő P hogyha egy kicsit tovább bontjuk ezt az egyenletet, és ugye az energiára vonatkozik egy h f, ahol a h egy konstans, tehát egy állandó, tehát most fogadjuk el ennek az értékét, ez a következő, tehát egy nagyon kicsi számról van szó, illetve a frekvencia. Tehát ebbe a képletbe behelyettesítve, tehát még egyszer az e helyére a h f-et, akkor azt kapjuk, hogy h f egyenlő p -szer c. Most ebből kifejezzük a p-t, azt kapjuk, hogy h -szor f per c, Ugye maga az f, tehát a frekvencia, az a sebesség per hullámhossz, de ugye mivel fotorról beszélünk a mi esetünkben, ez c, tehát fénysebesség, tehát a mi esetünkben, a foton esetében, tehát c per hullámhossz, amit behelyettesítünk a P-be, és megkapjuk, hogy h -szor C per C-szer lambda, vagyis a hullámhoz. Ebből pedig megkapjuk a lendületét, ami tehát a C-vel leegyszerűsítve ebből a képletből H per lambda. És ezt a H per lambda-t behelyettesítjük ebbe a képletbe, és azt kapjuk, hogy h -szor c per lambda a foton energiája. Ugye erre azért volt szükség, mivel a p, és akkor beleesnénk itt egy hibába, a tulajdonképpen m-szer v. De a foton esetében nem beszéltünk nyugalmi tömegről. Most beszéljünk picit a hadronokról. Ugye azt mondtuk korábban, hogy az erős kölcsönhatás tartja össze nagyrészt részt a hétköznapi értelembe vett anyagot, hiszen, a kvarkokat úgynevezett hadronokba rendezi. Na most alapvetően a hadronok lehetnek mezonok és barionok. Ugye most nézzük meg a barionokat. Ugye itt a hagyományos felállás az három kvark, vagy három antikvark. Ugye ez a három kvark hadronként, vagy neutront, vagy protont jelent. Ugye mi a különbség? Még a proton esetén két up kvark van, és egy down kvark, addig a neutron esetén két down és egy up quark van. Ugye szó volt már a szintöltésekről, ugye ezek tulajdonképpen metaforák, tehát lényegében a valós színekhez semmi köze, mégis ezáltal könnyen tudunk beszélni róluk. Hiszen az itt látható ábrán természetesen a színeknek is jelentősége van. Ugye alapvetően semleges szintöltést a fehér ad, tehát egy neutron vagy egy proton esetén a kék, piros, illetve a zöld. Emellett semleges szintöltést ad egy szín plusz annak az antiszíne. Mondjuk vegyük itt ezt a kék, antikék példát, amiből megkapjuk például a piont. Ugye a pion az alapvetően egy mezon. A pion jó példa, hiszen fontos szerepe van az erős kölcsönhatásnál. Ugye a barionokon belül, visszatérve ide, pedig azt látjuk, hogy az antiszínek, tehát ez esetben az antikék, anti piros és anti zöld, ezek is semleges szintöltést adnak. Ugye ilyen az antineutron, illetve az antiproton. Ugye ezen az ábrán látszik, hogy alapvetően vannak fermionikus hadronok, ilyenek ugye a barionok, és bozonikus hadronok. Ugye ilyen a mezon, mint a már említett pion például. Ugye ennek az az oka, hogy alapvetően részecske jellegűek a barionok, részecske tulajdonságúak, elebi részecske tulajdonságúak, a bozonikus hadronok esetében pedig az erő átadáshoz is közük van. Ugye sok dologról volt szó, hogy egy picit el tudjuk ezt helyezni a hétköznapi életbe. Ugye ez egy atom képe az elektron felhővel, ugye itt keringenek a pályán az elektronok, ez ugye az atommag, az atommagban ugye protonok és neutronok találhatók, ugye itt a példában pedig a proton szerepel, ami két up quarkból és egy down quarkból áll. Ugye ennek tehát szintöltése, de elektromos értelemben vett töltése is van, tehát a quarkoknak, ami tehát nem egyezik meg. Ugye a szintöltésben itt ugye a proton esetén kék, piros, zöld kiadja a semlegest. Ugye ez semleges ad ki, de elektromos értelemben véve a proton pozitív töltésű. Ez pedig úgy jön ki, hogyha tehát a töltésüket összeadjuk, ugye két ápkvark, az azt jelenti, hogy két harmad, meg két mínusz egy harmad, tehát egyenlő plusz egyen. És így kapjuk meg a proton töltését, ami tehát még egyszer és utoljára nem a töltés. Ugye mit látunk ezen az ábrán? Lényegében a gluon az két szín keveréke. Például zöld és antizöld. Ugye a két szín közül az egyik, a kör belső, tehát középső, a másik a kör külső részét reprezentálja. A középső rész a színtöltés, a külső pedig az anti-színtöltés. Tehát zöld, antizöld. Ugye az itt levő animáció egész konkrétan egy neutron, ugye két down quark és egy up quark, tehát a neutron belsejében lejátszódó kölcsönhatást mutatja be. Ugye mi az, ami történik? A felső piros down quarkból egy piros antikék indul, úgymond, a jobb alsó kék down quarkba. A felső piros kék lesz, az alsó kék pedig piros. Ezután a bal alsó zöldből zöld, antipiros indul a már jobb alsó pirosba. A bal alsó zöld piros lesz, a jobb alsó már piros pedig végül zöld. Ugye ami itt a lényeg, hogy a szín az atommagban folyamatosan változik a cserélődő gluon révén. Ugye miből ered ez a gluonszó? szó? A gluonszó, szó a glu vagyis a ragasztóra utal. Ha egy kvarkot úgymond megpróbálunk kihúzni a helyéről, akkor gyakorlatilag a gluon azt visszatartja. Ugye minél távolabb akarjuk húzni, annál nagyobb energia kell. Tehát feszül a ragasztószarak. Persze van az az energia, amikor elszakad. Ha elszakad, akkor gyakorlatilag egy kvark-antikvark -kvark pár jön létre. Egy úgynevezett pion. Ugye a pionnak vannak különböző változatai. Pozitív, semleges vagy negatív. Ugye itt az ábrán például egy pozitív található, amibe, tehát egy up-quark és egy down-antiquark található. Ugye amiről nem volt szó, de az ábrán valamennyire látszik, hogy gyakorlatilag, hogyha ez elszakad és létrejön ez a pion, tehát quark antikvark pár, mint tehát hadron. Attól függetlenül megmarad ez a három kvark, jelen esetben például a protonban. Ugye maguk a mezonok, azok tehát instabilak, ugye ez annak köszönhető, hogy tehát, amit sokszor mondtunk, hogy kvark, antikvark felépítésűek. Nagyon rövid élettartalmúak, és gyakorlatilag a ható távuk az kisebb, mint egy proton átmérő. Ugye a pion az a szomszédos nukleonok között közvetíti a magerőt, vagy más néven maradék magerőt. Ezt angol residual strong interactionnek fordítja. Tehát ezeknek a pionoknak a szerepe, hogy a protonokat és a neutronokat köti egymáshoz. Ugye a protonok pozitív töltésűek, az egyező töltés miatt a magban taszítani a kéne egymást, de gyakorlatilag a magerő, ami ezt százszorosan meghaladja, ezért megakadályozza. Ugye még egy érdekes dolog a protonokról, hogyha összeadjuk a két up quark, ugye 2,2 megaelektron volt per c négyzet, és a down quarknak a körülbelül 4,7 megaelektron volt per c négyzet tömegét, akkor gyakorlatilag 9,1-es értéket kapunk. Ezzel szemben valójában a teljes tömege 938 megaelektron volt. Na most hogy lehet ez? Hogy lehet ez a gyakorlatilag százszoros különbség? Ugye ennek oka a quark, glion kvark plazmából származik. A kvarkok és a glionok egy elég szűk kis téren mozognak, és lényegében nagyon gyorsan. És emiatt ennek az energiának ilyen kicsi helyen való tartása az rendkívül nagy kötési energiát igényel. Tehát gyakorlatilag a 98%-a a tömegének a kinetikus és a kötési energiából ered. A kinetikus tehát a mozgási energiára utal. Most kicsit beszéljünk a sokszor emlegetett Higgs bozonról. Ugye a Higgs bozonnak nincs se elektromos töltése, se töltése. Ugye lényegében elég instabil, vagyis szinte rögtön más részecskékre bomlik. Ugye maga a Higgs bozon az a közvetítője, és tehát ezzel együtt legkisebb egysége az úgynevezett Higgs térnek, vagy angolul Higgs field, ami gyakorlatilag a többi részecske tömegéért felelős. Ugye az angol a field és a mező szót használja, ugye maga a mező, amire azt mondhatjuk, hogy felvesz egy értéket a tér minden pontján. Emellett ugye a Higgs tér az gyakorlatilag mindenhol megtalálható, így gyakorlatilag a Higgs bozon is szétszóródott az univerzumban. Ugye az elmélet szerint az ősrobbanás első pillanatában keletkezett részecskék a Higgs bozonnal való kölcsönhatásuk következtében nyertek tömeget. Ugye egy részecske minél jobban kölcsönhatásban lép a Higgs bozonnal, tehát a Higgs térben, annál nagyobb lesz a tömege. Ugye egy nulla tömegű foton, aminek a sebessége az gyakorlatilag tehát a fénysebességgel egyenlő, az nem lép kölcsönhatásba a Higgs térrel, ugye a Higgs bozonokkal, tehát így gyakorlatilag tömegmentes. Ugye szemben más részecskékkel, amelyek tehát nem fénysebességgel mozognak te, a tömegük az nagyobb, vagy jelentősen nagyobb, mint nulla. Ugye a fotonhoz szokták hasonlítani, például, tehát természetesen szimbolikusan az angoldát, ami az áramvonalas testalkata miatt gyakorlatilag a vízben, ami gyakorlatilag a Higgs térnek a szimbolikus megfelelője, nagyon könnyen halad. Ugye ezzel ellentétben egy nehezebb részecske, mondjuk valamilyen kvark, az meg gyakorlatilag egy vízben haladó, mondjuk kocka testtel analóg. Ugye feltételeznek egy graviton nevű részecskét, ez úgynevezett tenzorbozon, ugye hipotetikus, hiszen még nem fedezték fel, ugye gyakorlatilag a gravitációs kölcsönhatás gyengesége miatt ugye a gravitonoknak a kísérleti észlelése az gyakorlatilag elég valószínűtlen a közeljövőbe. A gravitonnak feltételezhetően kettő a spinje, és feltételezhetően tömegtelen, hiszen végtelen a hatótávolsága. Ugye itt egy nagyon frappáns ábrát láthatunk arról, hogy az egyes elemi részecskék, illetve az erőhordozók között milyen kölcsöhatási rendszer van. Ugye a gluon az reagálő magával, illetve a kvarkokkal, ugye itt beszéltünk a szintöltésről, a Higgs -bozon, reagál önmagával, illetve általában véve a tömeggel rendelkező részecskékkel, tehát kvarkokkal, a leptonok közül pedig a töltéssel rendelkező elektron típusúakkal. És természetesen a gyenge kölcsönhatás közvetítő V és Z bozonnal. Ugye a kvarkokra visszatérve, ezek amelyek mindegyikkel reagálnak, egyébként ugye az itt fel nem tüntetett gravitációval is, Ugye a töltéssel rendelkező leptonok azok gyakorlatilag ugye a fotonnal, valamint a V és Z-bozonnal, és hogy szóljunk picit a neutrinokról is, ezek gyakorlatilag az itt fel nem tüntetett gravitációs erővel reagálnak, de azzal is csak enyhén a pici tömegük miatt. Ugye eddig sokféle dolgot megbeszéltünk az elemi részecskékről és az alapvető kölcsönhatásokról. Most ennek a táblázatnak a segítségével összegezzük az elmondottakat. Majd hamarosan ennek a videónak a végéhez érkezünk. Ugye az első oszlopban látjuk a különböző kölcsőhatásokat, ugye az erős, elektromágneses, a gyenge és a gravitációs. Ugye itt látunk bizonyos rövidítéseket, amiről eddig még nem volt szó. Ugye a QCD az egy angol rövidítés, ez ugye a kvantum színdinamikára utal, ugye az elektromágneses kölcsönhatásnál és a gyenge kölcsönhatásnál is az LVT rövidítés szerepel, ez az elektrovík teóri, vagyis az elektron gyenge kölcsönhatás teóriája. Ugye azért szerepel mind a kettőnél ez, hiszen ez gyakorlatilag már a standard modell keretében egyesített, tehát gyakorlatilag egyetlen erőnek, ugye ezt hívják elektron gyenge kölcsönhatásnak, ennek gyakorlatilag a két aspektusa. Ugye a következő videókban majd részletesen fogunk szólni, ahogy azt a bevezetőben már említettük, a különböző erők egyesítésének lehetőségéről. Ugye a második oszlopban az van, hogy mire hat, ugye az erős kölcsolatásnál, ahogy megbeszéltük, a kvarkok, az elektromágneses, az elektromos törtésű részecskék, ugye kvarkok, leptonok, a gyenge kölcsolatás, kvarkok, leptonok, a gravitációs pedig a tömeggel rendelkező részecské. Most nézzük meg picit a hatótávot és a relatív erősséget. Ugye azt mondhatjuk, hogy a négyféle erő erőssége és hatótávja elég eltérő, ugye messze a leggyengébb a gravitációs, ez 10 a -38-on, persze merül fel a kérdés, hogy mihez képest, ugye itt egy egységnek az erős kölcsönhatás van véve. Tehát azt mondhatjuk, hogy az erős kölcsönhatásnál 10 a mínusz 38-onnal gyengébb a gravitációs. Tehát köztük 10 a mínusz 38-on nagyságrendi eltérés van az erősség tekintetében. Ugye amit még érdemes elmondani, hogy ugye a gravitáció az csak vonzó jellegű, szemben az elektromágneses erővel, ami a töltés előjeltől függően vonzó vagy taszító is lehet. Ugye nagyon érdekes dolog, hogy a megdörzsölt fésű statikus elektromossága, az gyakorlatilag ugye az apró papírdarabokat magához vonzva, lényegében az egész Föld gravitációs erejét legyőzi. Tehát ez egy szemléletes példája, hogy az elektromágneses és a gravitációs között mekkora különbség van. Ez egész konkrétan 10 a 36-on nagyságrend. Ugye tehát a gravitáció csak a testek tömegétől függ, hatótávolsága végtelen, és gyakorlatilag nem lehet leárnyékolni. Mivel nem lehet leárnyékolni, ezért például a bolygók közötti, tehát a nagyobb távolságok esetén döntő hatású. Ugye szemben például a szintén végtelen elektromágneses kölcsönhatással, ami viszont leárnyékolható. Tehát gyakorlatilag egy negatív töltés terét egy pozitíval le lehet árnyékolni. Ugye mondhatnánk azt, hogy talán a sors iróniája, hogy bár pont a gravitáció volt az első, amelyet leírtak matematikai összefüggéssel, de pont az eddig hipotetikus graviton, amit még gyakorlatilag nem figyeltek meg. Ugye a gravitációnál Newton egyetemes tömegvonzás törvénye, ami ugye jó közelítést ad, majd később a pontosítás Einstein általános relativitás elméletéhez kötődik. Ugye ezen utóbbi a gravitációt az lényegében a téridő geometriájaként írja le. A négy kölcsönhatás közül az itt felsorolt első három, az gyakorlatilag kvantummechanikai alapon van leírva. Még ugye a gravitációs, az Einsteini általános relativitás elmélethez kötődik. Ugye aktív kutatás folyik, hogy a kvantummechanikát az általános relativitás elmélettel valahogy összegyúrják. Ugye ebből jöhetne létre a kvantum -gravitáció elmélete. Ugye magára a kvantum -gravitációra, illetve arra, hogy milyen egyéb további egyesítési lehetőségek állnak még a leendő fizikusok vagy a jelenlegi fizikusok előtt, erre a választ a következő videónkból fogjátok megtudni. A következő videónkban emellett beszélni fogunk szimetriákról, a Big Bang pillanatáról, hogyan jutottunk el a Big Bang-től a mai állapotig, hova tartunk, de arról is megemlékezünk, hogy mit mond az elméleti fizika, hogy vajon mi lehetett a nagybum előtt. Úgyhogy, tartsatok velünk, legközelebb is! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek minket. Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!